Shalom, אנחנו קוראים בספר Shalom mindenkinek. Mi Rabas írásaiból fogunk olvasni. Mondják az oldalszámot a kis rózsaszín könyvecskéből. 66-os Rabas levél. Kérdéseket fejtenek a Balatévén keresztül, a meghatározott kérdések kilesznek sugárzó leckés során. Tehát még egyszer Rabas írásai. Shalom vechol tuv sela lidi. Még egyszer elmondták az oldalszámot, de ennek nincs jelentősége, mert Héber könyvben van. A Pesachimban, amely a dicsőítés és a kérdés, kérésnek az összekombinációjával adott imát kell felemelni a Teremtőhöz, és mi azt mondjuk, hogy a Pesach Hagadában, hogy a kezdetekben az ősapák azok bálványimádók voltak, és aztán a Teremtő pedig a saját munkája felé fordította őket. És hogy megértsük a lényeget, hogy mire tanít bennünket mindez, mi ezt úgy kell, hogy interpretáljuk, mint morális kérdést. Az embernek tudnia kell, hogy amikor az emberek kiletek vezetve az egyiptomi számüzetésből, akkor látunk, hogy az összes parancsolat az úgy lett végrehajtva, hogy minden, amiről beszélünk, az az egyiptomi számüzetésben való emlékeztetés is csak ezért van. Miért van az, hogy mit jelent a micva? A micva, a parancsolat, az egy kivezetés jelent az adakozás szándéka irányába. És csak amikor az ember fölémelkedik Egyiptomnak, fölémelkedik a maximumnak, a határvonalnak, akkor tud olyanfajta cselekedet végrehajtani, ahol minden az egyiptomi számüzetéstől függ, és ilyen módon mondhatjuk, és kijelenthetjük, hogy emlékezzünk az egyiptomi számüzetésre, mert olyan állapotokon kell keresztül menni Egyiptomban, ami a szolgaságra irány, a szolgaságból a kivezetésre irányul, és hogy semmilyen vágyunk nincs az adakozás érdekében, ezért kell azt mondanunk, hogy fel kell emelkednünk Egyiptomba, és lassan-lassan kell korrigálnunk a belső irányultságát a vágyainknak és a szándékát az adakozás felé, amely parancs, és ez az irányultság parancsolatnak tekintető. Van 613 vágyunk, ez mind törött, az kapnak rá irányul, ezeket nekünk korrigálni kell az adakozás irányába, ami azt jelenti, hogy 613 parancsot kell ezért végrehajtanunk, és ez pedig a reformáló fény által lesz végrehajtva, amit a Tórának nevezünk, hogy ez írva van. Én teremtem a gonosz hajlamot, a 613 törött vágyat, és én teremtem a Tórát, mint fűszert, mivel a fény a Tórában, elrejtett fény, reformálni fogja ezeket a vágyakat, és rosszról jóba fordítja őket. Tehát az adakozásból a megszerzés, belem a megszerzésből az adakozás fordítja őket. Ez világos? Erről akarsz kérdezni? Én értem a magyarázatot magát, mondja a srác. De miért van nekünk szükségünk arra, hogy erre mindig emlékezzünk? Az emlékezés azt jelenti, mondja Rav, hogy végrehajtod újra és újra. Tehát annak érdekében, hogy új vágyak jöjjenek hozzád, új törött vágyakat legyél képes bevonni ebbe a rendszerbe, neked korrigálnod kell az általános vágyadat, az adakozásra, azaz neked a bína szintjére kell felemelkedned, neked az első megszólítást kell tenned, kell szembesülni, a cincom áll fel, és neked szűrőt kell emelned, és nekünk fel kell emelni ezt egyre magasabbra, egyre jobban, és természetesen és ilyen módon tudjuk invertálni ezt a vágyat a megszerzésből adakozásba, és természetesen az emlékezés erre azt jelenti, ez egy olyan fajta, ez egy szűrőt építesz a visszavert fény irányába, mivel ez egy általános kiárat lesz, ahogy ezt mi szoktuk beszélni, egy általános jel. És erre mondják azt, hogy ez vagy a temetkezési helyetek lesz,
és nektek minden vágyatok erre kell, hogy irányuljon, annak érdekében, hogy megszerezzétek az adakozásnak az elejét. És ezért minden egyes alkalommal nekünk nem kell más tennünk, mint az, hogy megújítani a kivonulás, mivel a vágy az a törött és korrupt vágyakon kell, hogy megnyilvánuljon. Tehát nyilván azt jelenti, hogy vannak szintek, amin keresztül kell hatolni, egy új vágy kell, egy új vágy, ami feltárul a számunkra, és gondoskodnunk kell arról, hogy hogy tudunk kilépni Egyiptomból, ahogy írva van, minden egyes nap, minden egyes pillanatban az egyiptomi kivonulásra kell fókuszálnunk. Tehát nekünk végig kell hajtani az aktuális kollekciót, akkor nem magyarabb. Amit a teremtő tanít nekünk, az azt jelenti, hogy mi az, amit neked kell tenned. Tehát még hogyha ő is csinálja a korrekciót, neked kell magadra ébresztened ezt a korrekciót. Mit jelent az, hogy felébresztem a korrekciómat? Ez azt jelenti, hogy te a körülötted lévő emberek segítségével a működtetésre kényszeríted a felső fényt. Ő, a felső fény az, ami a reformáló fényt hordozza. A fény a tanáron és a csoporton keresztül érkezik meg hozzád. Amilyen mértékig te le tudsz nullázódni a csoport előtt, és a csoporttól a tanár felé, és együtt a teremtővel így tudod ezt megragadni. Folytatják a cikket. Tisztázták, hogy honnan. Tehát mindezek a dolgok, amiről beszéltünk, az, hogy emlékezünk kell az egyiptomi számvezetésre, hiszen ezek nélkül lehetetlen megtartani teljességében a parancsolatok, ugyanúgy, ahogy az egyiptomi kivonuláskor történt, és az, hogy kijöjjünk Egyiptomból, egyénileg minden egyes embernek ki számvezetésbe kell menni, és ki kell vonulnia. És lehetetlen kivonni az egyiptomi számvezetésből, mielőtt nem lépünk be a számvezetésbe. És csak akkor mondhatjuk azt, hogy kivonultam a számvezetésből, hogyha beléptem a számvezetésbe. És a Hagadá azt magyarázza el nekünk, hogy a kezdetől kezdve tudnunk kell, hogy az ősatjáink bárványimádok voltak, ez azt jelenti, hogy ők számvezetésbe voltak. A bárványimádok uralma alá kerültek, és ezért a teremtő ilyen módon vitte közelebb őket önmagához, mert ha ők nem érezték volna a bárványimádóknak a hatalmát maguk felett, akkor nem érezhetik volna, hogy a teremtő közelebb akarja vinni őket magához. Tehát amikor az ember távol van a teremtőtől, mondhatja azt, hogy a teremtő közelebb akar őt vinni magához. Mivel a hiány az mindig a hiányban nyilvánul meg, ami azt jelenti, Na, ezt most nem értettem. És ezért tudnunk kell, hogy nekünk fel kell készíteni önmagunkat ezekre a dolgokra, amik pedig komoly felkészüléssel, és az embernek állandóan meg kell vizsgálni önmagát teljes egészében, hogy valódi állapotát érzékelje a hitének, a teremtővezet hitének, és valóban a teljes hittel bír, azaz az igazival, vagy pedig nem, azaz, ez csak valamilyen módon a gyökeren keresztül éri őt el, a szokásokon keresztül, és mi az, amit önmaga által kell megszereznie, és ha az ő minőségei rendben vannak, azaz, minden megtesz a teremtőért, vagy Isten mentsen éppen ellenkezőleg, azaz, mindaz, amit tesz, az kizárólag a saját magának számára való megszerzés érdekében történik. És hogy a bölcsek mondják, ami az ember minden egyes pillanatban képes a cselekedésen keresztül bűnt végrehajtani, ha azt magának irányozza, mert nem tesz semmit a teremtőért. És hogyha az ember
a világ nemzeteinek az uralma alá kerül, akkor számvizetésben van, és akkor bárványimádónak tekintendő, ő maga is, és akkor nincs ereje a teremtőhez imádkozni a számvizetésen túlmenően, és mondva van, hogy ő számvizetésben van, mint bárványimádó, és mondva van, hogy a teremtő kivezeti őt, és elvezeti őt a saját munkájához, azaz a teremtőjé való munkához, és nem idegen kormány, idegen erőkért való munkáért. Azaz nekünk van itt egy paradoxon, mondja a... ellentmondás. Tehát egyfelől mi egyre rosszabbakká válunk, másfelől pedig mondja a... azon a szinten, amikor egyre rosszabbá válunk, mi egyre jobban dolgozunk a teremtőért. Hát ugye a véleményben felfedezünk, hogy rosszak vagyunk, ugye? Ugye, Niv? Tehát egyszer egyre töröttebb dolognak tartod magad, viszont közelebb jutsz a teremtőhöz. Tehát végső sorom előre haladt. Valamilyen módon. Legalábbis. Tehát az emberek nem szabad ezt elfelejteni, egyetlen pillanatra sem, és el kell fogadni az előadást ilyen módon, mert különben hogyan lehetne másképp? Tehát hogyan lehet a szentség felé előadni, a teljesség felé? Hát nyilván a Tóra az ellentétes, mint a teremtőnek a minősége. Jeruzsálemi barátunk, egyet értesz? Na de ki az akkor az a házigazda, aki veled van? Oké. Okay. מבין את העניין הזה של ה... שהוא אומר שאם הם היו עובדי עבודה זרה אז הם נמצאים בגלות הרי אין פה לפי הרגשת אוקיי, אז אקור, אז בערבה נימדוק מי בונק סם מי לבערבה נימדש בונה סם זה תשבן אז אז איר זה שאתה מקפבן תורטייניק בכביש וכתוב לך איזה תמרור או משהו זה אדם מרגיש תהת בעבודה זרה זאת אומרת שחשבונות שלו Tehát mit jelent a bálványimádás? Tehát van egy számítás, hogy hogyan lehet valaki sikeres. Tehát mi történik itt pontosan? Oké, na de itt nincsen akkor hiány, tehát... nyilvánvalóan... az ember nem találja meg rögtön azt, hogy mi történik vele, tehát egy szenvedést okoz, de mit tud tenni? Vagy becsukod, bemegy a szemed, és úgy haladsz tovább, és beimész ezek az állapotokon, és minden olyan lesz, amilyen. Ezek azok az emberek, akik elhagynak bennünket előbb-utóbb, eljutnak abba az állapotba, hogy már nem akarok megvizsgálni semmit, de miért kell szenvednem? Valamit rosszul tettem, rosszul tettem. Majd. Tehát én meg azt mondom, hogy, hogy a tömegeknek a problémája az mi, és nyilvánvalóan ezeket nekünk úgy kell megtenni, ahogy meg kell tenni. Tehát nekünk szenvednünk kell annak érdekében, hogy előrefele haladjunk, az igazság felé. És ez ennyire értékes lenne az igazság, hogy én még képes legyek érte szenvedni is, mondjam. Tehát nekem arra kell kényszeríteni magamat, hogy valóban a szenvedés felé forduljak. Annak érdekében, hogy, hogy felemeljem az igazságot minden szenvedésem fölé. Na de mennyire, vagy milyen mértékben, vagy miről van itt szó? Tehát még hogy lehet annyira fontos az igazság a számomra, hogy... De itt és most mondja, mondjuk nyerek 1 millió dollárt a lotton,
És akkor azt mondja nekem, hogy költsd az egy mindent, utolsó forintot is. És akkor azt érzed, aki ezt a tanácsot adta, a gyerekre lopna a pénzedet. Azt fogod érezni, hogy aki ilyen tanácsot ad, az meglop. És akkor az igazság az kapcsolatosan, mit mond az ember, aki az igaz, ugye itt, hogy ó, aki ilyet kér tőlem, az, azt én ott hagyom. Ezért mennek el az emberek. Mikor azt kérdezik, hogy bármit, amit kaptál, ott föl, akkor lépnek ki az emberek. Oké, na az egész történet, akkor kezdődik, amikor az igazságot keresni kezdem, nem? Rav. Persze. Na jó, de nem ugyanaz a feltétel van most meg, amikor már az úton vagy. Tehát nyilván, amikor az igazságot keresed, akkor más feltételeken vagy. Valóban azt gondolod, hogy valami hiányzik az életedben, eljöttél ide, csatlakoztál az élet értelmének a keresőihez, hogy azt akarom tudni, hogy miért élünk, mi az egész valóság a lényege. Magasztos dolgokat érzel, és mihet, olyan, mintha abba, mi történik, amikor a test abba adja a működését, hát akkor eltemetnek, ugye, ahogy ezt ismer, és utána van különbség abban, hogy mi volt előtte, meg ki volt előtte. Minden embert eltemetnek, mind a kettő, mindenki tudja tudattalanul, hogy a halál után, ami történik, az eltörli azt, ami a halál előtt volt. Tehát ilyen módon be kell fektetnünk az életünkbe, hogy legyen valami, ami túlél bennünket. Hát ezért van az, hogy emberek adakoznak mindenféle ostoba szervezeteknek, és azt hiszik, hogy ezzel az adakozással túlélik önmagukat. De ennek is van egy bizonyos határvonala, amíg el nem érsz a kabala bölcsességhez, és a kabala bölcsessége mit mond neked? Hát nagyon egyszerűen segítek ezen a problémán, hallj meg most. És megmutatom neked, hogy milyen az élet az életben. És akkor az ember azt mondja, hogy Úristen, adjam föl az életnek, a keresésének az örömét. Felejtsük ezt el, mert túl sokat követel a kabala. Még ha nem is fedezek föl semmit. Nyilván van az a fény, ami most van. Inkább feladom. Na, sokan gondolják ezt. Tehát, hogyan lehet ezen a módon előre adni, kérdezi Rav? Ez a rádióadásokat szervező srác különben. Tehát, na de mikor van az emberben az, hogy már tényleg adakoznak a Rav? Először meg kell érteni, hogy mi a megváltásod. A megváltásod a csoport, hogy föl kell adnod az életedet, a céljaidat, mindent föl kell adnod, csak ez lassan kéri tőled ez. És akkor mi történik? Mi marad? Semmi. És mi ez, mindez miért? Azért, hogy a csoporthoz tapadj, az Istenhez tapadj. Azaz, mi a legfontosabb dolog, hogy lásd a korrekció, a kapcsolat. A lelke korrekciója a kapcsolat. Amikor te magad eltűnsz, az a kapnakarási edényeidben te halott vagy, már meghaltál, amikor megszülették. Tehát el kell kezdened látni, hogy az integráció, a beléjük való integráció a megváltás. Fiúk, mondja Rav, el kell vesztenem az értelmemet, teljes egészében le kell önmagamról kapcsolódnom, élek, halok, nem érdekel, kapok valamit vagy sem. Hadd lépjek belétek, és az értelmemet, ahelyett, hogy arra koncentrálok, ami nekem van, ehelyett a csoportra fogok koncentrálni. Erre van szükségem. Miért? Mert ez a megváltás. Ez a megváltás. Mivel én feladok minden mást, általánosságban is, és teljesen. Ez az az érzékelés, amit meg kell élnem. Ez tekinthető úgy, hogy elmenekülök a fáraótól. És ez megad nekem mindent. Minden mást. Hogyan fedezhetem föl azt a pontot? Behunyod a szemed, és belépsz a csoportba. Így. Tehát azt mondod, hogy én elvesztem magam, mintha belennék rúgva,
teljes egészében. Semmit nem akarok tudni magamról. Kontrolláljanak ők, uralják engem. Mit jelent az, ők uralnak engem? Kérdezi a kérdező. Neked fokozatosan dolgozni kell ezen, magyarul. Na de hogyan dolgozok ezen? Hát én ezt most nem tudom neked. Kutas, foglaltasd bele a tömegben magad, és a környezet befolyása alá tedd, helyezd magad. Egészen addig, amíg meg nem érted, hogy kizárólag ez ad valódi lehetőséget az örök életre. Hogy el tudj menekülni az összes bajok elől, problémák elől, az ego elől. Az ego az tényleg megakadályozza, hogy a többiekkel összekapcsolódj. Ez tekintető egónak. Az összes többi nem ego ám. Az az ego, amikor valóban meg akarják akadályozni, hogy te kapcsolódj. És néha úgy akadályoznak meg, hogy hamis kapcsolatokra hívnak benneteket. Tehát nektek egész egyszerűen le kell várni az egótól. És semmi nem fog addig történni, amíg nincs meg ez az érzékelésetek. Ez az integráció, amire igazán szükségetek van. Ez az befoglaltatottság. Ez a 400 évnek a munkája, és a 7 év éhezés munkája a sivatagban. Amikor valóban nehéz magad megtartani a kapcsolatban. Érzed, hogy van egy erő, amely kitaszít. És a végén megjön Mózes, és azt mondja, menjünk ki arra 3 napra a sivatagba, és teljes mértékben kapcsolódjunk össze, és áldozzunk az Istennek. Ugye ez volt az a pillanat, amikor Izrael kiment a sivatagba, és Izraelként tért vissza Egyiptomba. Ez egy szükségességet jelent. És nyilván ez egy magasabb szinten kell, hogy meglegyen. Nyilván egy magasabb szinten kell föltáruljon mindez, hiszen a teremtő ezt a bizonyos dolgok ellenében teremtette meg. Tehát, ami feltárlati számotokra, az egy program, amit követnetek kell, és ebből a hatalmas mennyiségi gyűlöletből tárjátok fel a saját tudatokat. És így jelenik meg az összehasonlítás, hogy mi az, amit feltárhatok Egyiptomban. A teljes folyamat, ami ott lett végrehajtva, az most egyetlen hatalmas összefüggés rendszerben ragyog föl. Ezek nem kellemes állapot, ezt el kell mondjam, magyarabb. De gondoljatok bele, hogy az összes ünnepünk, azok romboló hatású ünnepek ám, mert az egót rombolják. Ezért, aki egóval akar belemenni az ünnepbe, az csalódni fog. Tehát milyenek kellene az embernek és a csoportnak a viszonyának? Tehát ki ad erőt ahhoz, hogy tudjatok lépni? Nektek látnotok kell, hogy nektek integrálódni kell egymásba, a csoportba. Nincs semmi új itt. Ez egy fajta innováció, és nektek ebben kell megtanultok egymást. Oké, na de mi az, amiben bele kell foglalkozni magam ebbe az egészbe? Csoport az látszólag nem tesz semmit. Ez egy ideális dolog, aminek kell lennie. Tehát neked a végtelen kapcsolatra kell koncentrálnod, és adakoznod kell, bele kell magad foglaltatni mindenbe, fölé kell emelkedni mindennek. És neked kell megváltani valamit, de az ő szemükbe kell a változásnak megnyilvánulni. Na de hogyan lehetséges az, hogy én a csoportban befogadva létezzem? Hát nincs is törés, ezek mind a te irányban működnek. Oké, na de ebben a világban jelenkez meg. Egy egyszerű vágyban, és nekem egy új helyet kellene keresnem. Nem. A teremtő csinál mindent. Teremtsen semmit. Nincs olyan, hogy
te magad, a tudatosság, az érzés, ez az, ami a tiéd tud lenni az összes többi dolog a teremtője. Lassan-lassan, mondja Rav, látnunk kell, hogy egyre mélyebb érzékű különbözetről kell beszélgetnünk. Ez jó, mondja Rav. Oké, a lecken elején azt beszéltük, hogy össze kell gyűjtetnünk a hiányokat, és ebből egy integrációt kell kiépítenünk. Nem, ez ugyanaz a dolog, mondja Rav. Tehát a lecke elején valóban beszélgettünk erről, hogy jönnek az emberek, és bizonyos dolgokat kérnek tőlem, de ugyanerről a dologról beszélünk most is, ám csak kicsit más nézőpontból. Oké, na de mondhatom, hogy én azt mondja a srác, hogy a lecke során mi a helyes hiányt építjük? Hát ha ezt csinálod, akkor igen, ha nem, akkor nem. Oké, na de nap közben tudok én olyanfajta befogadottságot teremteni, amit a leckén nem tudok kiépíteni? Ez rajtad múlik, hogy milyen erőd van. Az a lényeg, hogy tőlük erőt kell kapnod, és ez csak akkor történhet meg, hogyha belép vagy integrálódva. Tehát neked egy integrált rendszerre kell szembesülnöd, egy globális integrált rendszer, egy analóg rendszerrel, ami létezik, és teljes. Mit akarsz tőle kapni? Akarsz tőle kapni valamit, akkor lép be, és kap tőle valamit. Annak a paraméternek, amivel bemész ebbe a rendszerbe, nyilván itt van egy protokoll, amivel belépsz ebbe a rendszerbe. Tehát egy komputeres ember vagy, te megérted, mit jelent a protokoll, és akkor megkapod az adott szinthez tartozó képességeteket. Tehát ezek végtelenek, és csak a képességedem múlik, hogy oda tudsz-e kapcsolni. Ezért lényegtelen, hogy befolyásolsz engem valójában, vagy nem. Csak rajtad múlik, hogy akarsz engem befolyásolni. Ez a lényeg. Azon a szinten te valahol eljutsz. Tehát neked a felébredés az fölülről, de mit jelent a felébredés, hogy a felébredés? A felül az azt jelenti, hogy ez nem a tied, neked a teljes rendszerre kell kapcsolódnod, és az egész rendszernek megfelelő módon kell a komponensei által feltárulnia. Tehát ebből nyilván itt kapsz egy felületet is felülről, és neked kétszeres munkát kell végezni pont ezért. Ez egy kicsit olyan, mintha valamit kölcsön adnál valakinek, és aztán visszakapod. Tehát az az, hogy vissza kell adnom később, amit kértek tőlem, tehát ők oda jönnek hozzád, és valaki törőd veled, később pedig ezt a törődést vissza kell adnod. Tehát ez körülbelül így működik ez a rendszer elején, a rendszerre való kapcsolatod. Én szeretnék kérdezni a tévénézők nevében valamit. Minden nap nézik a tévét, de nem érzi az emberekkel való összeolvadást, és nem is érzi a szükségét. Mi a csoportban dolgozunk, de ő meg nem tud a tévét, tehát arról az emberre beszélek, hogy a tévét nézi. Nem, nincsenek ilyen értelemben barátaik, nincsen tanára, hiszen ő itt van. De nincs fizikai csoportja, és hogy tud ő teremteni egy ilyet a csoportra, egy ilyen kapcsolatot? A kérdés az, miért így rendezte a teremtő az utat az ő számára? Miért? Ez a kérdés. Tehát valaki Alaszkában lakik, vagy teljesen mindegy hol. Itt egy számítás van nyilvánvalóan, miért így rendezte el, miért így van elrendezve felülről, meg tudna ettől menekülni, vagy nem. Ezek a feltételek, nyilvánvalóan ezeket nem lehet neki tulajdonítani, mert az ő élete így van elrendezve, az kész. A másik dolog, hogy ő mondjuk él Jeruzsálemben, mint te, mondjuk két kilométer attól, ahol él egyébként, ha van csoport, tehát nyilván meghallgatja a leckét, valamit kétszer meghallgat, de mégis ezben az órákban
Tehát, hogy... Valóban... Tehát a számítás az valóban nem egyszerű, hiszen az általános rendszert hogy lehet közvetlenül tehát nyilvánvalóan a teremtő így rendezett el mindent. Tehát hogy jut ez a helyhez, hogy mindenki szégyent érez ilyen és ilyen dolgok miatt. Tehát mindenféle emberek kapcsolódnak hozzánk. Vannak, akik tehát valaki otthonról nézi, és így van elrendezve az élete, mindenféle ember van. Mit tud tenni akkor az ilyen ember? Tehát nekem nincs más válaszom. Azt tegyem, amit a szíved diktál. De a kapcsolat a csoporta. Tehát valóban az egyik itt ül, a másik ott ül. De, tehát nyilván ez fontos neki, vagy nem fontos neki, tehát ő nem akar hozzám kapcsolódni. Akkor én, tehát én nem tudok hozzá kapcsolódni, én vagyok limitálva emiatt, nem? Tehát van egy csomó néző, akit Izraelben nem akar velünk kapcsolódni, akkor mit kell tennünk? Akkor nyissam ki az ajtót, és mondjam, hogy én viszont kapcsolódnak akarok veled? Rav. Miért nem a teremtőt vizsgálod ebbe az ügyben? Miért az ember? Ha mi erről beszéltünk ma egész nap? A teremtő rendezel mindent a te számodra. Hát ki az az ember, aki bezárja az ajtót? Ki? Ha létezik egyáltalán az ember, akit te nem látsz? Neked nyilvánvalóan egy globális módon kell ezt felfognod. És tilos a te számodra az, hogy olyasmi beavatkozz be, amit a teremtő vezérel. Tehát nagyon sok esetben azt egy egyéni, individuális módon kell látnod a kapcsolat a teremtővel. Nyilván negatív hozzáállással viszonyul hozzá a teremtő. Oké. Na, de akkor a teremtő zárja be az ajtót előttem, hogy ne tudjak kapcsolódni ezzel az emberhez? Hát ő csapja be az ajtót előtted, nem is az, aki nem akar veled kapcsolódni. Oké, de akkor a hétköznapi kapcsolatban ott próbáltam meg ezt. Nem. Neked mindenképpen a teremtőhöz kell fordulnod, és a teremtő rendezi el a kapcsolatot. Tehát ő csapja be az ajtót az orrod előtt, mert oké, tehát a teremtő az, aki ezt teszi. Tehát akkor a teremtőnek reklamálják, vagy mit csinálják, mondja a srác? Hát igen, de nyilvánvalóan ez valamit cselekednetek kell, hogy másképp legyen. Na, hol vagyunk? Mert még mindig van időnk, mondja Rav. Úgy tudjuk ma befejezni, mondja Rav. Befogjuk. Na. Folytatják a levelet. Ezt nevezzük egyébként számüzetésnek. Az összes munka teremtőért kell, hogy folyjon, és ebből kifolyólag a parancsolatokat úgy kell végrehajtani, mint az egyiptomi számüzetésre való emlékezést, és csak akkor tudunk kilépni az egyiptomi számüzetésből, ha valaki végrehajtja a parancsolatokat, amit a teremtő meghagyott, még ha kell értelem nélkül is. Ez az, amit a Tana mond nekünk. Tehát először az átkozódás, majd pedig a dicsőítés következik. Azaz nekünk valóban a teremtő felé átkozódással kezdjük, utána pedig a teremtő dicsőítésével, ami azt jelenti, hogy eljutunk az a szinthez, hogy a teremtő az, aki közelebb visz bennünket a munkához, és ez a jelentése annak, hogy dicsőíteni kezdjük őt, és a munkának két oldala van, az egyik,
A teremtővetett hittel végzett munka, a másik pedig a minőségek megszerzése, a jó cselekedetek, és ez mind a teremtőért való munkát jelenti, és ezt úgy is interpretáljuk azt, amit a bölcseink mondják. A bölcseink azt mondják, hogy Rabbi Elazar és Rabbi Hanina kockból, és a kettőnek a levelezéséből tudjuk, hogy boldogok vagytok ti egy oldalról. Na, ezt most nem értettem. Rabbi Hanina pedig azt válaszolta erre, hogy boldog vagy te, mert téged az öt dolog megment. Azaz, mit jelent ez? Hogy vannak dolgok, amiről leválok, de mégsem ment meg ez. Tehát én végrehajtom a parancsotokat és a jó cselekedetek. És a másik raf pedig erre azt válaszolja, hogy aki csak a parancsolatokkal foglalkozik, de nincs mögött a szándék, az nem ismerheti meg az Isten. Tehát, ahogy mondva van, hogy Izraelben sok nap telt el, annélkül az igazi Istent érzékelte volna Izrael. Mit jelent az igazi Isten? Mert aki csak a Tórával foglalatoskodik, annak nincs Istene, ezért nehéz megérteni, hogy ezt meg kell magyaráznunk, hogy a legfontosabb dolog, amit az embernek tennie kell a világban, hogy a munkáját a teremtőért végezze, és mivel az ember az önmegvilágítás, az önmagára irányulás és a megszerzés képességével születik, állandóan keresni kell az előnyt a munkából, és ennek eredményeképpen az ember hogyan tudna a teremtőért dolgozni valójában? A teremtő megadta a parancsolatokat az ember és ember kapcsolatára, és ezáltal az ember képes kötelezni magát a másokkal való munkára, és ilyen módon pedig eljutok egy magasabb szintre, ahol képes leszek a teremtőért is dolgozni már. Különben, még ha az ember foglalkozik a Tórával és a parancsolatokkal is, nem tud a teremtővel foglalatoskodni. És ez követőleg, hogyha a Tórával és a parancsolatokkal foglalkozik, a jó cselekedeteken keresztül, akkor nagyon nehéz a teremtőért végezni a munkát, azért, mert a teremtői való szeret, a teremtői irányú szeretetet a másokhoz való irányúra szeretetlen keresztül lehet elérni, és amikor a Tórával és a parancsolatokkal foglalkozol, akkor nem látja a teremtőt mögötte, akkor egyetlen Isten nem lát mögötte, a munka mögött. Tehát az Istenség valódi érzékelése akkor történhet meg, amikor valaki tényleg a teremtőért dolgozik, és ez csak hogy megnyilvánul jó cselekedeteken keresztül érhető el, és ilyen módon juthat el teremtőre irányul a szeretethez, és kaphat megerősítést a Tóra és a parancsolatok megtartásán keresztül a teremtőtől magától. Azaz, nem csak, hogy adakozunk, hanem megszerzünk az adakozás érdekében, azaz a teremtés tervét is beteljesítjük. És ebből kiderül, hogy az ember, olvasnak tovább, az embernek túl kell lépnie ehhez a minőséghez, erőfeszítéseket kell tennie, és a mások elényére kell dolgozni, és ezáltal nyeri el később a teremtőnek a minőségeit. Rav, én nem tudom, hogy ezek egyenlmi fény, nem érdekel semmi, teszem a dolgom, nem akarok semmi. Mivel amikor az ember már korrigált ezeket a minőségeit, akkor tud másokért dolgozni, és akkor tud a teremtővel egy hittel együtt dolgozni, és akkor nyeri el a valódi hitet. És akkor formaegyezésre tud lépni a teremtővel. És akkor elnyeri a valódi hitet is. A formaegyezésen keresztül, amelyet úgy nevezünk, hogy a teremtő minőségein csüngeni, azaz, hogyha ő kegyelmes, én is kegyelmes vagyok. Azaz mondja rá, ugyanezeket a cselekedeteket teszünk a teremtmények irányába, mint a teremtő. És akkor a teremtmények belső érzése és a belső vágyainak a visszasugárzódása adja az én számomra azt, hogy én olyan vágyok, mint a teremtő. Új barátok, vendégek,
Mit jelent az, hogy az ember jó cselekedet hajt végre? Ez mi? A jó cselekedet az a hasadim egyébként. A jó cselekedet az, amikor mindenkinek meg tudom mutatni a kapcsolatot, és hogy ez a megváltás mindenki számára, és hogy én őket eljutottam egy olyan szintre, hogy elkezdik megismerni az adakozásnak az erejét, amiben hiányuk volt, és ilyen módon a megszerzés erejét túllépek ebben a világban. És ezt, amit a jó cselekedetek végrehajtása hoz el, tehát van a rossz erők, a negatív erők, amik ellen harcolni kell, és ilyen módon a jó erőt fektetek be, a jó cselekedetek által, és akkor a két erő között megjelenik egy delta, egy kegyelem, egy extra eszköz, amellyel valóban adakozni tudok más számára. Momó kérdez. Gyorsan mondja, Rav. Mit jelent az, hogy tehát, hogy a Tóra megtartása és nem a jó cselekedetek. Most nem tudom. Itt nagyon sok szint van, majd ezt később kifejtjük. Itt vannak részletek, amikről nem beszéltünk. Majd beljebb lépünk ebben, nem most. Mert itt kell az egész cikkehez. De nehéz az én számomra megérteni, hogy hogyan lehet valaki nagy. És a Tórával foglalkozott, de jó cselekedet nélkül. Nézd, mondja, nekünk ezt majd meg kell magyarázni, interpretálni kell. Tehát nekünk ezeket a cikkeket ki kell válogatni, és részletesen megnézni. Van három dolog, ami a Tórában megvan, a munka, a Tóra és a cselekedetek. Nekünk ezt magyarázni kell, ez nem egyszerű. Na, akkor ki akar kérdezni? Jakokka. Nem? Mit jelent az, hogyha te ők egyelmes, én is az vagyok? Mit jelent ez? Melegszívű, széles szívű, ezt jelenti. De mit jelent ez? Ez a teremtő minősége. Hogy lehet ezt érezni, megragadni, értelmezni, megvizsgálni? Hát az a baj, hogy a lecke végén olyan kérdést kérdeztél, aminek olyan mélysége van, amely nem lehet válaszolni dolog. Oké, na de most Eilatban indul a terjesztés, és Tel Avivban ebben a héten. Hányan mentek most terjeszteni? És mit csinál a többi? Elmentek Egyiptomból, mit csinálnak magyarok? Keveselte. Én nem tudom magyarok. Lehet, hogy talán ez egy különleges kaja, vagy nem tudom, mi történik. Barátok találkozója is lesz ma, ugye? Mert mennek ki terjeszteni. Oké. Nekünk meg kell nézni, hányan mentek ki. Nem kérdés, hogy mindig a terjesztés az elsődleges. Hát egy csomó ember Izraelből oda megy, én tudom. De én itt azt látom, hogy nem sok ember van. Hát nem értem, hogy miért nincs ott mindenki, mondja. Hát csak Tel Avivban rengeteg van, és ők egy csomó már itt sincsenek most, mert reggel oda mennek. A Tel Avivi kikötő az egyik. De mégis, aki akar jönni egész Izraelből, keresitek meg engem, vagy Vitalit, mondja a Sáj. Mi a legközelebbi helyre fogunk benneteket küldeni. Tehát Eilatban is lehet fél napot, egy napot dolgozni.
Oké, nekünk erről még gondoskodni kell, magyarabb. Oké, na de hogyan kell nekünk ezzel a tevékenységhez kapcsolódni, minden kört oda kapcsolni? Mit kell tennünk? Hát ezt most nem tudom, magyarabb. Tehát van a testem mindenféle csekket hajt végre. Vannak. Tehát jó dolgok, rossz dolgok, hogy ez a jó német, rossz német, majd így mondanak. Tehát nekem végtelenségű részletről kell gondoskodnom. Egy különleges cselekedetbe kell összefornom, lehet, hogy az egyik elmond a másiknak, és nyilván ezek összefornak. És végső soron, ez egy folyamat, arra, hogy fenntartsuk az életet. Ez az, ami a testet működteti. Ugyanezt történik velünk. Tehát mennyit cselekedet kell végrehajtani ahhoz, lehet, hogy még rá se ébredtetek. Oroszország, Amerika. Én minden nap mindenféle helyekről kapok jelentéseket, Európából is. És nekünk érezni kell ezeket a dolgokat, mint egy egységet, ami történik a világban. Tehát, ugye van az internet, és én láthatom azt az interneten egyetlen helyen, hogy mi történik az egész világban, nincs ilyen hely, magyarabb. Tehát hogyan tudok akkor integrálódni? Sehogy. Tehát mit tudunk erről mondani? Tehát kell lenni egy olyan helynek, ahol meg tudunk lépni. Tehát mindenki a saját nyelvének megfelelően kell, hogy lássa, hogy mi van, mi történik, röviden. Tehát, hogyha nekünk egy ilyenfajta cikket olvasunk, tehát nekünk egy ilyenfajta módon kell elérnünk azt az állapotot, arra kell fordítani magunkat, hogy valóban érezzük, hogy mi történik. Oké, tehát az integráltsággal, meg a Facebook csoporttal kapcsolatosan. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell, hogy értsetek, mi történik. Én nem akarom ezt hallani, tehát én a következőt akarom adni, hogy egyetlen oldalt akarom csinálni, ahol minden csoportot tudok olvasni, mi történik, hol vannak. Egy weboldalt akarok, hogy hetente, havonta, naponta mit csinálnak, mindenféle helyekről szeretnék híreket kapni. Tehát, hogyha én elolvasok egy cselekedetet egy csoporttól, ami érdekel engem, akkor azonnal én is ilyet akarok tenni, föl tudjam őket hívni, ott legyenek a részletek, és ugyanezt tudjam végrehajtani. Tehát kell, hogy egymás ilyen információs oldalt építsetek. Minden respekt a tietek, de már 6 hónapra kérem ugyanezt. 6 hónap is beszéltünk erről, magyarok. Ezért van az állapotunk, amilyen. És akkor ezzel ma befejeztük a leckét. Bejelentés. Mini világkongresszus lesz ma, vasárnap, a világcsoportot hívjuk egyesülni, kapcsolódjunk ezben a mini kongresszuson, 6 órakor Izrael idő szerint Rav Lajtmannal egy lecke, utána pedig Jesevát Haverim, Bercsevába pedig a, nem tudom milyen, az élet kulcsa,
Ez holnap lesz, ekkor és ekkor Bersebába, Izrael idő szerint. De aztán a vasárnapi adás, a rádióadás Rav Lajtmannal a 103 FM-en minden vasárnap 8 órakor, az 7 óra magyar idő szerint. És tegyétek fel kérdéseket, és kommentáljátok a Rav Lajtmann Facebook oldalon, ezzel befejezzük a leckét, mindenkinek szép napot kívánok, és boldog ünnepet! שחודר עכשיו אל הנשמה света и тень Лямщих кадима я шар где граница света и тень, лямщих кадима, я шар.